1969. november 16-án kettő születésnapot ünnepeltünk egy vörös hadsereg úti házban Margita Jáginál, Bakos Istvánét és Follinusz Gáborét. Bakos még bölcsészkari függetlenített kisztitkár volt, a magyar orosz szakos Follinus Gábor pedig barátunk, és a felesége Bíró Mari révén a Kari Híradó nevű stencilezett lap tanácsadója. Sok barát jött össze az új kisbizottság tagjainak nagy része, megköncöl erre az alkalomra bíró Marival és Wertner Mariannal összeütöttem egy harakiradó című paródiát, és felolvastuk. Az egyetlen példányban gépelt művet Bakos Pistának ajándékoztuk. Sok mindenről beszélgettünk. Szózsányi éppen megint írt valamit, és úgy véltem, hogy ki fogják rúgni a Szovjetunióból. Folinusz és Köncöl biztos volt benne, hogy ezt már nem merik megtenni. Miért nem mernék, kérdeztem én, négy év múlva kiutasították. A tájban szedelőzködtünk, és több csoportban távoztunk. Még nem járt a busz. Valamitől szagot kaptam, és nem a Moszkva tér felé indultam, hanem fel a Pannonia filmstúdió felé. A szemközti mellékutcában egy nagy tejszállító teherautó parkolt. Kérdeztem, van-e a közelben közét? Azt mondták, nincs. Arra gondoltam, amire a Szolzsenyi ismerő orosz szakos gondolhatott, az első kör végén hús feliratú teherautókban viszik a rabokat Moszkván keresztül, vagyis, hogy a tejszállító csak is lehallgató lehet. Gyanomat megosztottam a többiekkel, két tejjel fogadták. Még nem járt a busz, gyalog a Moszkva tér felé. Egy fekete, elsötétített kocsi lépésben haladt mellettünk. Megálltunk, a kocsi is megállt. Megvártuk az első buszt, és valahány megállóban megállt, a fekete kocsi is megállt a busz mögött, és nem előzte meg. Köncöllel a Moszkva téri végállomáson ácsorogtunk egy ideig, meghánytuk, vetettük a dolgot, aztán a következő busszal visszamentünk a házba. A lányok még mosogattak. Elmondtuk, hogy az egész estét lehallgatták. Hitték is, nem is. A harakiradó egyetlen példányát elégettük a konyhában, hogy ne maradjon bizonyíték nem jutott eszünkbe, hogy a felolvasásunkat úgy is felvették. Őrült mennyiségű adatot tároltak, hogy legyen elég anyag, ha megrendezik a következő pert. Szorgos munkálkodásuk pontosan annyira volt észszerű, mint az, hogy elégettük a paródiát. Réges-rég a koholmányok gyártása volt divatban, ahhoz pedig a tények fölöslegesek. Amiből az a tanulság, hogy mind a hatalom, mind a nép, Elavult kategóriákban gondolkozik, és nem képes lépést tartani a korral.